A szociális szférában és az egészségügyben dolgozók munkájának fontosságára általában akkor döbben rá valaki, ha személyesen érintetté válik valamilyen betegség vagy egyéb probléma kapcsán. Mint Fülöp Attila elmondta, az elmúlt két év több kihívás is tartogatott az ágazatban dolgozók számára. Az elmúlt évek bizonytalansága, nehézségei, veszélyei ráirányították ezekre a területekre a fókuszt. Ugye az elmúlt időszakot, ha csak nézzük, a COVID nehézségei, az ukrán menekültek ellátása kapcsán, az egész ország látta, hogy szükség van arra, amit gondoskodásnak hívunk, szociális területnek, és hogy az egészségügy is kiélezett helyzetben milyen teljesítményre képes. Azt tudom mondani, hogy ennek a területnek a megbecsültségét azzal is lehet elősegíteni, hogyha a kormányzati intézkedéseken kívül a társadalomban lévő civil szervezetek is magukénak érzik, és megpróbálják elősegíteni azt, hogy láthatóvá válik ez a tevékenység, amikor itt több ezer embernek teszi lehetővé egy egyesület a nyíregyházi állatparkban való bejutás, az pont ennek a letéteményese, vagy pont ennek a megjelenítése, úgyhogy köszönet azért, hogy ez megvalósult. Kovács Sándor az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnökeként fontosnak tartja, hogy a munkahelyükön kívül is találkozhassanak az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók. Ezek az emberek, ahogy az életüknek egy nagy részét a munkahelyeken történik, és gondoskodnak másokról, akár beteg embertársainkról, és most a COVID-19 mellett gondolok itt az általános gyógyításra, valamint a szociális szférában, legyen akár az a gyermekjólét, legyen az egy 24 órás felületet igénylő idősek intézménye, azt gondolom, hogy a személyiségük fárad el. Egy ilyen családnapon együtt a családdal, együtt a kollégákkal, egy kedvezményes állatkerti látogatás, kicsi baráti beszélgetés mindenféleképpen feltölti őket. És azt gondolom, hogy nagy szükség van nekünk is, politikusoknak, szakembereknek is, hogy az a fajta munka, ami ez a szociális szféra és az egészségügy kell, azt itt megkapják kicsit. Közösséget építenek, élvezik egymás társaságát, gyerekek megismerkednek, családok megismerkednek, mindenféleképpen szociálisan is, azt gondolom, hogy egy jó, pozitív dolog. A családi napot az Életforrása Egyesület szervezte. Az Életforrása Egyesület tagjaként mondhatom, hogy nagyon jó ez a kezdeményezés, nagyon sikeres. Az állatpark is kedvezményes jegyeket ajánlott föl, és úgy gondoltuk, hogy akik a hétköznapokban keményen dolgoznak, elkötelezett hivadástudattal, az ápolók gyógyítanak, a szociális ágazatban dolgozók ápolnak, sokszor emberi sorsokkal, nehéz sorsokkal, nehéz helyzetekkel találkoznak, kapcsolódjanak ki itt az állatparkban, jöjjenek el a családtagokkal, a gyerekekkel, unokákkal, kedvezményesen beléphetnek, a figyelmet rájuk irányítjuk, ők pedig egy élményekkel teli napot tudnak itt eltölteni Európa egyik legjobb állatkertjében, amely éppen most ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. A megyei közgyűlés alelnöke a köszönetszót emelte ki köszöntő beszédében. Azért emeltem ki a köszönetszót, mert az a munka, amelyet ők végeznek, az egy szolgálat. Ráadásul egy olyan szolgálat, amelyet nem lehet empátia nélkül, nem lehet emberség nélkül végezni, és ez nagyon sokat kíván egy-egy személytől. És ahhoz, hogy ezt a munkát valóban úgy tudja végezni valaki, hogy azzal hasznára legyen a társadalomnak, hasznára legyen az embereknek, ahhoz nagyon sok befektetés kell. Emberi befektetés, erkölcsi befektetés és érzelmi befektetés. És nekünk meg az a kötelességünk, hogy ezt megköszönjük, és erőt adjunk azoknak ebben az ágazatban dolgozóknak, és legyenek olyan pillanatok, amikor meg tudjuk nekik köszönni azt a munkát, amelyet végeznek, értünk. A családi napon több mint 5000-en vettek részt.